Kárpátalja és Ukrajna támogatása nemzetiségtől függetlenül kiemelten fontos, nyilatkozta a TV21 Ungvárnak az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. Páncél Károly kiemelte, a háború miatt szenvedő emberek, családok, közösségek nincsenek egyedül. Eddig is számíthattak, most is bízhatnak és a jövőben is várhatják a magyar nép segítségét. A hivatalos adatok szerint meghaladta a 110 millió eurót az az összeg, amit Magyarország, Ukrajna és a menekültek megsegítésére fordított. Magyarország történetében ez a legnagyobb mértékű humanitárius akció. Amikor baj van, akkor van honnan segítséget kérni, és van honnan segítséget kapni. Láttuk azt, hogy hogyan mozdult meg a magyar társadalom, hogyan gyűjtöttek tartós élelmiszereket, melegruhákat, pénzadományokat, és igyekeztek segíteni a kárpátaljai magyarságot, de nem csak a kárpátaljai magyarságot, hanem egyébként a Kárpátaljára menekült belső Ukrajnából érkezőket is, vagy éppen a Magyarországra érkező sok százezer ukránt. Tehát a veszélyhelyzetben, vészhelyzetben meg tud mozdulni a társadalom, és működik a szolidaritás, úgyhogy számíthatnak ránk politikai hovatartozástól függetlenül, mindannyian a mielőbbi fegyverszünetet és a békét kívánjuk.